Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ahol ismét hasznos és közérdekű információkkal látjuk el nézőinket. Mai adásunk második felében a jelenlegi gazdasági helyzet ingatlanpiacra gyakorolt hatását vizsgáljuk meg szakértő vendégem segítségével, de előtte az egyre gyakrabban előforduló rákosmenti tűzesetekről beszélgetünk. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok! Amint arról már egy korábbi tavasz elején lezajlott interjúnk alkalmával beszéltünk, gyakran életbe lép a tűzgyújtási tilalom, most is van egy hatályban. Mi az, ami emberi mulasztás okozta erdőtüzeket a leginkább meg tudná akadályozni? Hát alapvetően azt tudjuk javasolni mindenkinek, sőt kérni mindenkitől, mivel hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége, sőt nem is túlnyomó többsége, 99% emberi tényezőre vezet vissza, értem itt a keletkezési okokat. Azt kérjük mindenkitől, hogy amennyiben szabad területen tartózkodik, tartózkodjon szintén az olyan tevékenységtől, amelyek tüzet okozhatnak, itt értem a szabad területen a dohányzást, illetve a nem biztonságos tűzgyújtást. Ugye most ebben az időszakban amúgy is tűzgyújtási tilalom van, amire majd a beszélgetés későbbi időpontjában majd ki is térünk, de ez a két fő tevékenység, amit óva intenénk mindenkitől, tehát még egyszer a szabad területen a dohányzás, illetve a nem biztonságos tűzgyújtás. Ebből kifolyólag jelenleg csak hol és hogyan lehet tüzet gyújtani? Ugye jelenleg tűzgyűjtési tilalom van az egész országban, így Budapesten is, természetesen ez érvényes a 17. kerületre is. Ökölszabályként azt tudjuk mondani, hogy a kerti grillezés és bográcsozás kivételével mindenhol, minden területen a tűzgyújtás minden formája szigorúan tilos. Most már többször elhangzott az, hogy jelenleg is hatályban van ez a tűzgyújtási tilalom. Erről pontosabb, részletesebb információkat hol találnak az érdeklődők? Többek között a Katasztrófavédelem honlapján, a www.katasztrófavédelem.hu weblapon folyamatosan nyomon tudjuk követni a tűzgyújtási tilalom által érintett megyéket, illetve területeket az országban. Ez egy térkép, illetve a térképre, hogyha rákattintunk, akkor további információkat találunk a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban, illetve a biztonságos tűzgyújtással is megismerkedhetünk. Mai beszélgetésünk egyik fő témája mégiscsak a kerületi elmúlt időszakban történt tűzesetek köré épül. Sajnos az elmúlt egy hónapban elmondhatjuk, hogy azért elég gyakoriak voltak ezek itt Rákos mentén. Kérem, mutassuk be ezeket, illetve ezeknek a hátterét. Mint ugye ön is említette, a kerületben több szabadtéri tűz is keletkezett. Itt pontos helyszínt, illetve lokációt nem érdemes mondani, mivel hogy ezek relatív nagy területeket öleltek fel ezek a tűzesetek. Azt viszont el tudjuk mondani, hogy több hektáron voltak tüzek sajnos, illetve azt is, hogy nagyon, nagyon nagy tűzoltói erő kellett ahhoz, hogy ezeket a tüzeket eloltsuk. A keletkezési okokat még vizsgálja igazgatóságunk, viszont itt is rá vissza tudnék csatolni az előzőekben már megtárgyaltakra, hogy egy eldobott cigarettacsik, illetve egy bármilyen tűzveszélyes tevékenység, akármilyen kicsinek is tűnik az elején, akár több hektára, akár több tíz hektára kiterjedő szabadtéri tüzet okozhat ezzel, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy nem csak az aljnövényzet, hanem az ott élő állatok is hát nyilván kipusztulnak ilyenkor. Ugye nyilván nagyon csapadékhiányos és aszályos ez az időjárás, és ennek kapcsán van érvényben is ez a tűzgyújtási tilalom. Hogyan lehet tenni az ellen, hogy ilyen probléma bekövetkezzen, vagy hogy ilyen nagy területen legyenek tűzesetek, akár itt Rákosmente szerte? Ugye, mint említettem a beszélgetésünk korábbi szakaszában, tűzgyújtási tilalom van az egész országban, és szigorúan tilos minden tűzveszélyes tevékenység. Azt tudjuk elmondani, hogy általánosságban Budapesten amúgy is tilos például kerti hulladékot égetni az udvarunkban, ez most sincs máshogy,
helyette a komposztálás javasolt. Egyedül a kerti grillezés és a bográcsozás engedett, illetve megengedett, de ezt is szigorúan úgy szabad csak kivitelezni, hogy a megfelelő tűzoltásra alkalmas anyag kész közelben van. Itt ez alatt értem akár egy vödör vizet, akár egy vödör homokot, vagy tűzoltókészüléket, amelyet amúgy is javasolunk minden háztartásba beszerezni. Említett, hogy itt a 17. kerületben több hektáron is történt hasonló eset. Azt lehet-e tudni, hogy személyi sérülés volt-e? Ugye ezeknél a tüzeknél szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban természetesen nincs kizárva egy ilyen nagy kiterjedésű tűznél, hogy személyi sérülés következzen be. Én inkább azt mondanám, hogy a szerencsének köszönhetően senki nem sérült meg, és még egyszer kihangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy a tűz gyújtásnak a biztonsági rendszabályt betartsuk, illetve hát természetesen tartózkodjunk ebben az időszakban a tűzgyújtási tilalom alatt a tűzveszélyes tevékenységtől. Már több fontos információra és részletre felhívta kedves nézőink figyelmét, de hogyha beszélgetésünk végéhez közeledve összefoglalóan még valamire fel kellene hívni a lakosság figyelmét, akkor mi lenne az, mit javasolna, mit mondana? Természetesen itt még egyszer szeretném azokat az alapvető információkat kihangsúlyozni, amelyek ugye meghatározóak a beszélgetésben. Az első az, hogy tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Ebben az időszakban mindenhol tilos tüzet gyújtani, még az egyébként tűzgyújtásra alkalmas úgynevezett kijelölt tűzrakóhelyeken is. Ugye a 17. kerület is egy zöld kerület sok kiránduló helyjel. Azt kérjük a lakosoktól, hogy tartózkodjanak még a kijelölt tűzrakóhelyeken is a tűzgyújtástól, várják meg, amíg a tűzgyújtási tilalomnak vége lesz. Mint többször említettük a beszélgetésben, a kerti grillezés és bográcsozás az megengedett tevékenység, azonban ezt is úgy kell kivitelezni, hogy mindig csak akkor a tüzet gyújtsunk, még az otthonunkban, a kertünkben is, amit el tudunk oltani, és mindig legyen tűzoltásra alkalmas eszköz vagy anyag kész közelben, akár egy vödör víz, egy vödör homok, vagy egy tűzoltókészülék. Ezen kívül az otthonunk biztonságára is kiemelten figyelni kell. Itt a három testtört említeném meg ismét, amit már többször a Rákosmenta TV-ben volt szerencsém elmondani. A tűzoltókészülék, a szénmonoxid érzékelő és a füstérzékelő, amelyek igaz, hogy kis eszköznek tűnhetnek, de életeket menthetünk vele, és súlyos anyagi kártól óvhatjuk meg magunkat. Köszönöm szépen ismét a beszélgetést! Köszönöm szépen! Maradjanak velünk, ugyanis a folytatásban Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével fogok beszélgetni. Üdvözlöm, köszönöm, hogy ismét elfogadta a felkérésünket. Üdvözlöm a kedves nézőket! Most már mindenki egyre több helyről hallja vagy tapasztalja, hogy igenis sajnos beszökött az infláció, illetve a gazdasági helyzet is napról napra változik. Ez a kialakult gazdasági helyzet hogyan hat most jelenleg az ingatlan piacra? Felemásan hatott eddig 2022-ben a megváltozott gazdasági környezet a lakáspiacra, mert ahogy begyűrűzött az infláció Magyarországra, nemzetközi szinterekről, úgy egyre többen keresték a biztonságos befektetési lehetőségeket, hogy megőrizzék a pénzük értékét, így 2021 első felében nagyon sokan vásároltak ingatlant. Ez a megnövekedett adásvételszám az árakat is újabb lendületre indította, és megindult egy drágulás, pedig ugye az elmúlt 7 évben folyamatos volt az ingatlanok áremelkedése, kisebb-nagyobb hullámzásokkal, viszont most 2022 nyarán ez a lendület kifújt. Ennek egyrészt az az oka, hogy sokan előrehozták a vásárlásaikat, amit nem csak az inflációtól való félelem, hanem a további áremelkedést megelőzése érdekében hoztak előre, illetve a hiteldrágulás hatásainak a kiküszöbölése miatt is sokan inkább hamarabb vettek föl hitelt, hogy ne a későbbi magasabb hitelkamatokkal kelljen lakáskölcsönhöz járulniuk a bankokhoz. Ezek a vásárlók viszont az év második feléről hiányoznak, ezt többször elemezgettük, hogy ez egy lehetséges hatásként jelenhet meg, és ez most úgy tűnik, hogy bekövetkezett. Az inflációból adódóan mi az, ami a leginkább megváltozik az ingatlan piacon, mi az, amit ki lehetne emelni?
Az infláció leginkább a lakáspiacra észrevétlen módon gyűrűzik be, tehát inkább a tulajdonosoknak a félelme attól, hogy a pénzük a bankban értéke az elveszik, ezért sokan inkább valamilyen biztonságos, reál eszközbe, például ingatlanba, tőzsdén, aranyba, ezüstbe fektetik be a pénzüket, vagy adott esetben részvényeket vásárolnak, vagy állampapírt vesznek, ami inflációhoz köthető. A lakáspiacra direkt módon leginkább az új lakások terén gyűrűzik be az áremelkedés, hiszen egy használt lakás esetében, ami mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt épült, nem nagyon van jelentősége annak, hogy most mennyibe kerül egy kiló kenyér, vagy egy liter tej, vagy egy liter benzin. Ellenben az új lakásoknál az építőanyagok folyamatos drágulása szinte rögtön begyűrűzik a lakásárakba, hiszen a beruházók a beszerzett anyagokon felül a hasznukat rászámolva alakítják ki a végső vételárat, márpedig ha a költségek növekednek, és a beruházók nem szívszerelemből, hanem haszon reményében építik ezeket a lakásokat, akkor szükségszerűen ezeknek az új lakásoknak az ára is emelkedő tendenciába kezd. És ez érezhető volt már 2021-ben is, hogy az új lakások drágulási üteme meghaladta a használt lakásokét, viszont nem is nagyon tudnak a beruházók mit kezdeni ezzel a helyzettel, tehát hogyha olyan szintet érnek el az új lakásárak, hogy már kevesebben tudják megfizetni, adott esetben az eladók már nem is tudják csökkenteni ezeknek az ingatlanoknak az árát, hiszen az ő költségük is magasabb volt. Ez azt is jelenti, hogy a most meglévő ingatlanok valószínűleg gyorsan kipörögnek a piacról az új lakások tekintetében, viszont újabb lakások építését már kétszer is meggondolják a beruházók, ami egyébként azért fájhat a vevőknek, mert ezek az új lakások, legalábbis 2022. július 1-jétől, tehát az idei nyár óta, csak akkor kaphatnak használatbevételi engedélyt, hogyha közel nulla energetikai besorolásúak, vagyis BB-s energiatanúsítványt kapnak, és ez főleg az új rezsihelyzet fényében nagyon nagy előnye az új lakásoknak. Ahogy említette, ezek az új ingatlanok árai emelkednek, viszont a használtakra vetítve mind az eladó és mind a kiadókra elmondhatóak, hogy ott is azért növekednek a költségek? A kiadó lakások piacán más az, ami mozgatja az árakat. Ott leginkább az elmúlt 2-3 év bérleti díj csökkenése volt az, ami új helyzetet teremtett az albérletpiacon. A Covid ideje alatt ugyanis 30-40%-kal csökkentek Budapesten, és amúgy egyébként Rákos mentén is jelentősen mérséklődtek a bérleti díjak. Ez azt is jelentette, hogy a kínálat rekordméretűre növekedett, erre pedig lecsaptak a bérlők, és egy nagy körforgás indult el a bérleti piacon, sokan szebbre, jobbra, olcsóbbra cserélték az albérletüket, hosszabb távú szerződésekkel és keretek közötti bérleti díj emelkedéssel próbálták kihasználni a helyzetet, viszont ez a fajta körforgás, vagy albérletkeringő mostanra nagyon leszűkítette a kínálatot. Tehát gyakorlatilag felére csökkent a kiadó lakásoknak a kínálata Budapesten és az országban is. Országosan több mint 20 000 kiadó lakásból válogathattak a bérlők még egy évvel ezelőtt. Most már alig több mint 10 000 kiadó lakás szerepel a kínálatban. Ez pedig a bérleti díjakat is jelentősen emelte. Egy évvel ezelőtt a fővárosban átlagosan 140 000 forint volt a bérleti díj, most meg kereken 200 000 forint az átlagos albérletár, amit havonta ki kell fizetni a bérlőknek. Az is most már szóba jött, hogy ezek az új építésű ingatlanok nagyon jó energiatanúsítvánnyal ellátottak, vagy hogy alacsonyabb termelés biztosít ezáltal, viszont egy használt ingatlannál, mondjuk, hogyha akár kivenni szeretnénk, vagy megvásárolni, akkor mire érdemes odafigyelni, vagy mi az, amit a jelenlegi rezsihelyzetben célszerű figyelembe venni, hogy akár gázfűtéses, vagy központi fűtéssel ellátott legyen, vagy hogyan érdemes elindulni? Nagyon fontos, hogy a panel lakásokra a távfűtés jellegénél fogva nem vonatkoznak az új rezsiszabályok, tehát aki panellakásban lakik, vagy ilyen vásárlásában gondolkodik, ő biztonságban tudhatja a rezsiköltségeit, amik egyébként amúgy sem voltak
alacsonyak az elmúlt időszakban, de itt ugyanannyit kell fizetni, mint eddig. Ez egy fontos szempont lehet, hogyha valaki a következő otthonának a kiválasztását fontolgatja. Viszont emiatt nem is számítunk arra, hogy a panellakások jelentősen drágulnának a későbbiekben. Egyrészt azért, mert már most is elég drágák, másrészt pedig ott nem kell kevesebbet fizetni a rezsért, tehát nincs olyan tényező, ami miatt drágulnának jelentősen ezek az ingatlanok. Amire érdemes odafigyelni, az az ingatlannak az állapota, tehát hogy például le van-e szigetelve az épület. Ez a társasházi lakásoknál és családoknál egyaránt fontos lehet. Milyenek a nyílászárók, ki vannak-e cserélve, mennyire szökik a meleg az utcára, adott esetben, ha fűtünk. Ha fűtünk, akkor meg milyen a fűtési rendszer? Ugye itt a háztartások, a piacon lévő ingatlanok, több mint 75% az valamilyen módon gázfűtésre vezethető vissza, függetlenül attól, hogy központi fűtéssel vagy egyedi fűtéssel rendelkezik az adott ingatlan. Ettől függetlenül azok az ingatlanok, ahol például elektromos a fűtési rendszer, azok valószínűleg keresettebbek lesznek. A legmodernebb ingatlanok, tehát ami például hőszivattyús fűtési rendszer és napelemmel felszereltek, tehát szinte már passzív házként vagy passzív épületként működnek, ezeknek az értéke meg jelentősen nőhet. Azt is fontos megnézni, főleg, hogyha nagyobb alapterületű ingatlanba költözünk, amiből egyébként Rákos mentén is szép számmal találkozunk, hogy szakaszolható-e a fűtési rendszer. Tehát, hogyha például egy 3-400 négyzetméteres alapterületű családi ház kerül a piacra, le lehet-e zárni bizonyos szobák fűtését, vagy sem? Le lehet-e zárni bizonyos helységeket, vagy sem? Ilyen dolgokkal rengeteget lehet spórolni. Minden egyes alkalommal, minden beszélgetésünkkor szoktunk egy kicsit Rákosmenti fókusztal is beszélgetni, és ahogy már szóba is hozta, itt a 17. kerületben azért még mindig alacsonyabbak ezek az ingatlan árak? Rákosmente azért nagyon-nagyon népszerű a vásárlók körében, mert itt a fővárosi átlagnál alacsonyabb árszinteken juthatnak ingatlanhoz, mégis az életminőség az az átlagon felüli. Tehát itt egyaránt megtalálunk a kínálatban panellakásokat, ami ugye az új rezsiszabályok fényében nagyon népszerűek lehetnek, családi házasövezeteket és téglaépítésű társasházi lakásokat is, tehát viszonylag széles a kínálat. Zárójelben jegyzem meg, hogy az elmúlt hónapok változása annakban is megfogható, hogy bővült a kínálat, tehát most több eladó ingatlanból válogathatnak a vevők, ami egy picit gyógyír lehet a vevők számára a korábban említett kihívások tekintetében. Rákosmentére visszatérve, érdekes azt látni, hogy itt még mindig megfizethető ártartományban mozognak az ingatlanárak, tehát például egy téglaépítésű lakás, társasházi lakás, ami a budapesti átlagos négyzetméter ára 1 millió forintot tesz ki, addig ugyanaz az érték Rákos mentén kicsivel kevesebb, mint 700 ezer forint. Természetesen itt is nagy különbség van. Nagy különbség van a felújítandó vagy felújított ingatlanok között, körülbelül 10-15% árkülönbség figyelhető meg. Bizonyos ingatlan típusok pedig még ennél is olcsóbbak, a családi házak esetén például 680 ezer forint az átlagos négyzetméter ár. Nyilván itt a kert meg a telek terület az még jelentősen változtathat az ingatlan végső árán, de alapvetően az is látszik, hogy egyébként a családi házak azok, amiknek az értéke nem nőtt az elmúlt egy hónapban, hanem inkább stagnált vagy csökkent. Valószínűleg ez is összefüggésben hozható a megváltozott rezsiszabályokkal. Ami egy érdekes fejlemény, hogy a panel lakásoknál szintén a téglaépítésű lakásokhoz hasonló árakkal találkozhatunk a 17. kerületben, tehát itt is szinte 700 000 forintos négyzetméter áron tudnak panellakáshoz jutni azok, akik új otthont keresnek Rákos mentén, tehát alig van különbség a panel és a téglépítési társasházi lakások árai között. Így az interjúnk vége felé biztos már sok kedves nézőnkben felmerült a kérdés, hogy vajon várható-e valamikor jelentősebb árcsökkenés, így kérem zárjuk ezzel beszélgetésünket. Átcsökkenésre ritkán lehet számítani a lakáspiacon, de ez az új rezsihelyzet lehet, hogy bizonyos kedvezőtlen energetikájú, felújítandó, közepes állapotú ingatlanok esetében hozhat átcsökkenést. Ez egyébként a vevők számára abból jelenthet lehetőséget,
hogyha megveszünk egy ilyen ingatlant, és adott esetben egy picivel több hitelt, vagy egy picivel több saját tőkét szánunk az új otthonunk kialakítására, akkor egy energetikai beruházással, egy nyilászáró cserével, egy fűtési rendszer korszerűsítésével, ami akár 5-10 millió forintot is kitehet a vételáron felül, jóval kedvezőbb és jóval jobb minőségű otthont alakíthatunk ki. Tehát ebből a szempontból egyébként a rákosmenti vevők duplán nyerhetnek, mert egyrészt olcsóbban juthatnak hozzá ezekhez az ingatlanokhoz, másrészt pedig az életminőségüket is jelentősen tudják növelni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt is, hogy most is megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!